Sziasztok! Ígérem, most már ez lesz az utolsó videó ebben a pulcsiban, mert már biztos nagyon unjátok, de én még mindig nagyon szeretem. Szóval ma egy olyan videóval készültem nektek, amit eddig minden évben megcsináltam év végén, az év legjobb, illetve legrosszabb termékeiről. Idén szerencsém van, mert olyan nagyon-nagyon rossz termékekben nem sikerült belenyúlnom. Nyilván azért egy-egy beesett hozzám is, de nagy általánosságban ez a videó pozitív hangvételű lesz, ugyanis elég jó dolgokat tudok nektek ajánlani. Úgyhogy, ha érdekel titeket, hogy nekem melyek voltak a top termékek 2022-ben, akkor ne kapcsoljatok sehova, nézzük is őket. Az abszolút kedvenc termékem még csak pár napja van nálam, de egyszerűen nem tudok vele betelni. A Rituals Suede Vanilla gyertyájáról van szó. Ennek annyira fantasztikus illata van. Egy picit fűszeres téli illat, nagyon halványan, talán aftershave-re is hajaz, tehát egy nagyon picit férfias illata is van, de emellett vaníliás, tehát édes is, egyszerűen nekem a legfantasztikusabb illat jelenleg a világon. Kevin nem annyira imádja, de őt sem zavarja, tehát ő is abszolút jól el van vele. Nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik, annyira, hogy már átkutattam mindent, hogy hol tudok még többet szerezni. Ugye nyilván a Rituals-nél, de ez egy ilyen különleges kiadás, és hihetetlenül drága. Úgyhogy, ha lehetséges, nem ott akarok venni. Viszont Wilhabenen már találtam ilyen szobaillatosítót. Ez 50 ml-es, tehát sokkal-sokkal kisebb, de nekem abszolút elegendő lesz, és 2 darabot is sikerült belőle beszereznem, úgyhogy ez a gyertya, illetve a 2 darab szobaillatosító, az egy ideig elég lesz. Találtam aztán még Wilhabenen egy ugyanilyen pici gyertyát, amit már lefoglaltam, de most pont most írt a csaj, hogy nem találja, hogy hova tette, úgyhogy nem biztos, hogy azt sikerül átvennem, hogyha nem találja meg valahol, nem bukkam fel, akkor ennyi lesz a készletem, de lehet, hogy még lesz egy ilyen kis gyertyám is hozzá. Nagyon örülnék neki, mert tényleg nagyon-nagyon tetszik ez az illat, úgyhogy ha valahol láttok, akkor nektek is tudom ajánlani, hogy próbáljátok meg. Én teljesen beleszerelmesedtem. Szerintem össze-vissza mennék most nem úgy, hogy először a jó, aztán a rossz dolgok, mert ez átvezet egy másik témába. A Rituals adventi kalendáriumában volt egy másik gyertya is. Ezt a videót most nektek december 8-án veszem fel, szóval a többi még jövő gyertyákat még nem tudom véleményezni, mert azok még a további napokon lesznek, de a jázminos már nem is tudom, 4-én, vagy mikor volt benne, és azt ki is próbáltam, azt láthatjátok, ez már majdnem le is égett az egész. És amikor égett, akkor ennek is finom illata volt, viszont utána elmentem bevásárolni, és ahogy hazajöttem, annyira műanyag szag volt az egész lakásban, kifejezetten zavaró. Nem csak, hogy nem maradt meg az illata a gyertyának, de annyira büdös is lett tőle, szóval ezt semmiképpen nem venném újra. Ebből viszont láthatjátok a Suede-ből, hogy mennyit használtam, nagyon keveset, és az egész lakásban annyira finom illat volt, és amikor közel van az ember a gyertyához, akkor is érezni, tehát napokig most ugye nem használtam, viszont ott volt az asztalon, home office-ban voltam, és folyamatosan éreztem az illatát, úgyis, hogy nem is volt meggyújtva. Ez pedig, ahogy meg volt gyújtva, egy kicsit éreztem belőle, amint elfújtam semmit, csak a műanyag szagot, szóval ég és föld a kettő, el sem hiszem. Ha még a gyertyáknál maradunk, van itt 2 gyertya a Primarkból, és mind a kettőt le kell, hogy sajnos szóljam. Mind a kettő eukalyptuszos, de egy picit másak, és konkrétan semmi illatuk nincsen. Tehát tök jó dizájnosan néznek ki, szóval úgy a lakásban elmennek dísznek, meg ugye gyertya, ami ég, de hogy illata, az semmi, pedig illatgyertyákról van szó. Abszolút semmit nem érezni benne, úgyhogy emiatt ne vegyétek meg. Ha valakinek így külsőre tetszik, akkor persze simán, mert tényleg szépek szerintem, és olcsók is voltak, de az illatuk egyszerűen semmit nem ér, abszolút semmit nem érezni, úgyhogy nekem ez sajnos a nem kategória idénre. Aztán menjünk tovább valami pozitívabbal. Megtaláltam a számomra tökéletes szemránckrémet. Ez a Declaré márkától van a Firming Cream. Ebből valahonnan szereztem egy mintát, már nem emlékszem honnan, de én gyanítom, hogy ilyen pipás dobozból, vagy fogalmam sincs honnan, de azt kipróbáltam,
egy vagy két milliliteres volt, most már nem emlékszem rá, de hát egy jó hétig elhasználgattam, és észrevettem változást. Úgyhogy elkezdtem nézegetni Vilhában, hogy nincs-e valakinek egy nem használt új kisebb kiadása, vagy hát bármilyen kiadása, és találtam egy ilyen 15 millilitereset, amit most már egy hete használok, és szerintem tök jó. Tehát amikor nem használom, akkor látom, hogy itt két ráncom van. Ugye ezek nem igazán ráncok még, mert 30 éves vagyok, szóval nincsenek még mély ráncaim. De az ilyen kezdődő kis vonalakat el tudja tüntetni, vagyis halványítani. Tehát nekem ezen az oldalon kettő van. És amikor ezt rendesen használom, akkor abból az egyik eltűnik teljesen. A másik oldalon viszont sajnos 4 darab van már, de amikor normálisan használom a krémet, akkor 3 lesz. Szóval nem tudja teljesen kiradírozni nyilván, meg hát ezek olyan ráncok, hogy az ember mozgatja a szemét, és szerintem mindenkinek van, de sokkal halványabbak lesznek, úgyhogy én ezt mindenképpen tudnám nektek ajánlani, hogyha ki szeretnétek próbálni, viszont elég borsos ára van, tehát én ezt az egy darabot vettem, lealkudtam 12 vagy 13 euróra, ez a 15 ml-es, de boltban valami 30-valahány euró, szóval 10.000 forint körül van. Tényleg drága, de szerintem ez megéri. Aztán még egy ránctalanító krém, ami viszont nagyon-nagyon olcsó, már nem tudom megmondani sajnos, hogy mennyiért vettem, de a Rossmannban vettem az Evelyn márkától, ez ilyen csiganyálas krém. Szerintem körülbelül 1000 forint, vagy 1300 forint körül lehetett, és nagyon testes krém, tehát nem egy könnyű krém, ezt éjszakára használom. Még láthatjátok, hogy mennyi van benne. De én nagyon szeretem, az illata is jó. Nem mondtam, hogy hamar beszívódik, mert nem, de ezért ugye éjszakára abszolút megfelelő, tehát a párnámon nem szoktam viszont látni. És tényleg tök jó hidratál szerintem, tehát reggelre abszolút nem feszül a bőröm. Nappalra viszont a Nivea-tól használok egy krémet, amit, ha jól emlékszem, pont egyikőtök ajánlott nekem, amikor nyávogtam, hogy kellene nekem valami zsíros bőrre való krém, ami fényvédőt is tartalmaz. És akkor ajánlottátok a Nivea-tól ezt a Q10 krémet, és ebből találtam egy olyat, ami Anti-Wrinkle Pore Minimizing. Hát a ráncok ellen szerintem jó, tehát nekem ezt szokta halványítani, nekem itt van egy ráncom sajnos. Viszont ez a poros minimalizáló hatás, ez nálam nem létezik. Annyiból jó, hogy tényleg hamar beszívódik, és nem csillog utána az arcom annyira, tehát hogy ez zsíros bőrre abszolút jó. Viszont, hogy a pórusokat kisebbítené, azt nem vettem rajta észre sajnos. Ettől függetlenül viszont tudom nektek is ajánlani ezt a krémet, mert én tényleg elégedett vagyok vele. Aztán van itt egy olyan ajánlás, amivel valószínűleg sajnos nem tudtok mit kezdeni. Ezt a barátnőm hozta nekem Koreából, egy kézkrém, és nem is látok rajta semmilyen márkajelzést. Itt annyi van csak rajta, hogy Designed by Artbox in Korea. Szóval nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez ilyen promós dolog volt-e, vagy nem. Én sem tudom sajnos utána venni emiatt, de ez annyira jó krém, mert egyből beszívódik, és ha nagyon-nagyon száraz a bőröm, arra is jó. Nem hidratálja 100%-osan, mint egy nehéz krém, de amikor már nagyon-nagyon feszül a hurok, és tényleg feszül a bőröm, fáj, meg elkezd szétnyílni, akkor, hogyha ezzel bekenem, akkor le tudja zárni, és tényleg egyből beszívódik. Tehát nem lesz tőle puha a bőröm, ugyanúgy érdes, ami már nagyon kiszáradt, de nem feszül tovább, és nem fog szétnyílni. És nekem már ez nagy segítség. Úgy meg pláne, hogy tényleg 20 másodpercen belül be is szívódott, szóval ez nekem nagyon praktikus, de én sem fogok tudni ilyet venni, és ő sem tudja megmondani, hogy hol is vette, valahol útközben belebotlott. Úgyhogy ez egy ilyen egyalkalmas dolog, de hogyha valamikor mentek Koreába, és láttok ilyet, akkor ilyet kell venni. Van két olyan ajánlásom, amik adventi kalendáriumból jöttek. Ez a tavalyi Catrice adventi kalendáriumban volt, a Beautifying Lip Balm. Ez egy színezett ajakbalzsam, és láthatjátok, hogy már nem sok van benne. Hidratálását illetően nem ez a legjobb, az biztos, de amikor nagyon rohanok, és az ajkaimra is szeretnék valami színt, de nem akarok
ajakkontúr, rúzs, vagy bármilyen hosszadalmas procedúrát, akkor ezt felviszem, és már rohanhatok is. Arra tök jó. A következő ajánlott termék az az idei Hagel adventi kalendáriumban volt, az volt a hajas adventi kalendárium, és ez a Revlontól, ez a Unique One All-in-One Hair Treatment, szóval ez nagyon-nagyon sok mindent tud egy termékben. Őszintén szólva, át sem olvastam, hogy mi az a 10 dolog, amit tud csinálni, mert nem fog meggyőzni, csak itt volt a csomagban, gondoltam, kipróbálom, hajmosás után, hajszárítás előtt bekentem vele a hajamat, és tényleg sokkal könnyebbe lehetett fésülni, puhábbá is tette, picit talán fényesebbé is, de ebben most nem vagyok biztos, most is ezt használtam, szóval úgy láthatjátok, hogy mit tudott csinálni a hajammal. Viszont nagyon-nagyon finom illata is van. Tehát ezt most, amíg még van belőle, elhasználgatom. Ez 50 ml, aztán meglátom, hogy újra veszem-e. Nem biztos, mert elég drága ez is. Ha jól láttam, valami 16 euró környékén volt az ára. Úgyhogy ezt még kipróbálom, aztán majd meglátom, hogy megéri-e nekem a teljes ára, de még egy jó pár használatra elegendő lesz. Most egyelőre azt mondanám, hogy szerintem jó, és úgy sokkal puhább lett tőle a hajam, meg most szerintem tényleg szép a hajam, úgyhogy ennyiből mondanám, hogy tudom nektek is ajánlani. Aztán, ha mégsem jön be, akkor esetleg szólok. A kedvenc termékem jön a Rituals-től, hogyha ezt a gyertyát most nem számítjuk, mert az tényleg egy nagyon-nagyon új dolog, de ezt már hónapokkal ezelőtt eldöntöttem, hogy nekem tényleg kedvenc lesz. Mutattam is talán nektek videóban, vagy nem, szerintem, amikor megvettem a kalendáriumot, akkor egy másik terméket vettem, amit sajnos mutatni fogok, a nem ajánló a soknál, mert nem jött be. Ezt pedig később vettem. Ez egy ilyen hair and body mist, vagyis hajra és testre való spray a Ritual of Jink-től. Ami illat nekem nagyon-nagyon tetszik. Ez a Relax kiadás, nem a Sleep. A Relaxet azt én még jobban szeretem. Itt láthatjátok, hogy mennyi hiányzik belőle. Ezt úgy esténként szoktam használni, nagyon tetszik az illata, jobban el tudok aludni vele. De őszintén szólva, sokszor reggel is ezért nyúlok, és parfüm helyett használom, mert tényleg annyira finom illata van szerintem. Nagyon friss, minthogyha éppen a zuhanyból léptem volna ki. Én este szoktam zuhanyozni, úgyhogy reggel nincsen zuhany illatom. Viszont, hogyha ezt felviszem, akkor olyan illatom van, minthogyha reggel zuhanyoztam volna. És nagyon-nagyon finom illat szerintem, úgyhogy ezt szerintem újra fogom venni, hogyha elfogy, de szerencsére még elég sok van benne. Emiatt nagyon meglepő dolog fog most következni, ugyanis a Rituals, Ritual of Jing termékcsaládból kettő terméket is hoztam, amik viszont a nem tetszik kategóriába kerültek. Vagyis túlzás azt mondaná rájuk, hogy nem tetszenek, viszont nem annyira jöttek be. Először is a tusoló habról van szó, aminek én nagyon szeretem az illatát, és nagyon jó ez is, hogy kinyomom, és egy gél állagú krémet kapok, ami viszont egyből felhabzik, és hab lesz belőle, amint eloszlatom a testemen. Viszont én még olyan tusfürdőt nem pipáltam, ami egyből zuhanyzás után sem hagy semmilyen illatot. Nem arról van szó, hogy egy pár óra múlva nem érzek magamon belőle semmit, de konkrétan törőközés után egyből sem, tehát semmit nem érezni rajtam. Viszont ez nagyon valószínű, hogy az én saját problémám, mivel a Kevinen tökéletesen működik, és egyből szagolgatom, amint kilép a zuhanyból, hogy úristen, de jó illatod van, rajta megmarad órákig. Rajtam nem. Egyből elszáll az egész illat. Én nem pipáltam még ilyet, de ez rajtam sajnos nem működik, úgyhogy főleg ő szokta használni. A másik termék az, amit mutattam nektek a videóban, ez a Ritual of Jing Calming Serum, vagyis nyugtató szérum, ez egy ilyen golyós rollon, és nagyon tetszik az illata, annyira finom mentás illata van, és tényleg tök jó relaxáló illat. Amiért a nem tetszik kategóriában van, hogy konkrétan felviszem, és 2 perc múlva nem érzek már belőle semmit. Egyszer lemértem, 1 perc után már nem éreztem semmit. Ami szerintem nagyon-nagyon brutális, ahhoz képest viszont tök drága, mert 15 ml-ről beszélünk, és valami, nem is tudom, 12-13 euróba került, szóval
ahhoz szerintem nagyon sok úgy, hogy egy perc múlva ne érezünk belőle semmit. Szóval ez így arra jó kávé, hogy így elszagolgassam, mert az fölösleges, hogy valahova felvigyem, mert úgysem érzek belőle utána semmit. Úgyhogy ezt nem igazán ajánlanám nektek sem. Aztán nyilván lehetséges, hogy ez is csak az én bőrömön nem működik, pont úgy, mint ez, de ettől függetlenül meglepő módon ez viszont tökéletesen működik rajtam, és hogyha reggel felviszem, hazaérek, még simán érezni, van, amikor letusolok, nem is ezzel, hanem valami mással direkt, és még utána is érzem a hajamon, szóval fogalmam sincs, hogy ez miért működik rajtam annyira jól, a többi pedig ennyire rosszul. Az utolsó nem ajánlás, az egy körömlak a Hypoallergenic-től. Ez is az adventi kalendáriumban volt, és ezt azért nem ajánlom, mert nagyon-nagyon vékony az ecsete, és nem az, hogy átmegyek rajta, hogy így középen és a két oldalt, hanem így 5 csíkot kell rajta húznom, mindig csíkos lesz, és nagyon-nagyon-nagyon nehezen szárad. Múltkor kivestettem a körmeimet este 9-kor, sorozatot néztem, nem mozogtam semmi, 11-kor elmentem lefeküdni, már elvileg megszáradtak, reggelre belenyomódott a lepedő. Szóval, hogy 2 óra alatt sem tudott megszáradni a 2 réteg, az szerintem erős. Úgyhogy ezt semmiképpen nem tudnám nektek sem ajánlani. Na, ezek voltak az én idei ajánlásaim, illetve nem ajánlásaim. Nyugodtan írjátok meg, hogy nektek mik voltak a top termékek, vagy a nagyon nem jó termékek ebben az évben, mert tényleg érdekel, hát ha tanulok tőletek valamit. Na, remélem tetszett ez a videó, és sikerült valami olyat ajánlanom, amit majd ti is kipróbáltok. Köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok!